Fegyverek, ékszerek, lószerszámok, honfoglalás és Kora Árpád kori temetkezések Bács-Kiskun megyében. Meghívóján ezzel a szöveggel invitálta érdeklődő közönségét a Viski Károly Múzeum egy tegnap este megrendezett előadására. A prezentációt a Magyar Nemzeti Múzeum régésze Varga Sándor tartotta. Ez gyakorlatilag a Bács-Kiskun megyének a honfoglaló, illetve Kora Árpád kori leletanyagát próbálja meg vázlatosan bemutatni, ami 1834 óta előkerült, illetve a mai kutatások. Elsősorban honfoglalás kori anyagra fókuszál, itt a gazdagabb temetkezéseknek a leletanyagát, illetve ezekből levonható viseleti rekonstrukciókat, mellékletadási szokásokat elemzi. A tavalyi évben volt a Kalocsai Sárköz Korpusz könyvbemutatója. Ez a kiadvány 2016. decemberében jelent meg. A kötet célja gyakorlatilag a honfoglalás kori és Árpád kori temetkezések összegyűjtése és elemzése. Ekkor felmerült egy ilyen igény a igazgató úr részéről, hogy lehetne egy ilyen előadássorozatot készíteni, amely a korszakot mutatja be több szempontból. Én ebből ugye a Bács-Kiskun megyei leleteket vázolnám fel, más előadók temetkezési szokásokat, a Kalocsai Sárközön belül egy-egy temetőt, vagy az antropológiát, gyakorlatilag ez az apropója ennek a előadássorozatnak. Ilyen előadássorozat egyébként az ország több pontján is szokott lenni, ráadásul pozitív visszajelzésekkel. Ugye ez egy jó lehetőség arra, hogy a közvéleményt gyakorlatilag a régészetről, illetve egy-egy adott korszakról vagy kultúráról úgymond tájékoztassa, hogy hogyan fejlődik maga a kutatás.